Vasúti balesetek, egyre több a figyelmetlenség. Balatoni stégek, a vízügy megszünteti a lezárást a bejárókon. Stroke, a gyors felismerés a legfontosabb. Jó estét kívánok, Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Idén már 35 esetben történt baleset hazánk valamelyik vasúti átkelőhelyén. Ez a szám a 2024-es esetekhez képest is sok. A legtöbb helyzetben a figyelmetlenség okozta a bajt. Csak az elmúlt egy hónapban 5 baleset történt, amelyek közül az egyik 3 ember életet követelt. A Balatonlellei az egyik legforgalmasabb vasúti, gyalogos és autós átkelőhely a Balatonnál. Naponta több ezren kelnek itt át, gyalogosan, rollerrel vagy bringával egyaránt. Utóbbi kettőt helyesen tolva lehetne csak használni. Le kéne szállni. Körülnézni, megvárni a vonatot, de most már vonat masinista is rendes, mert néha integet, hogy menjünk át. A szakemberek szerint fontos, hogy már gyerekkorban megtanítsuk a kicsiknek, hogyan kell helyesen átkelni az ilyen helyeken. Mindenképpen a fülünket és a szemünket kell használnunk, amikor átkelünk a sineken. Idén már 35 esetben történt baleset hazánk valamelyik vasúti átkelőhelyén. Ez a szám a 2024-es esetekhez képest is sok. A legtöbb helyzetben a figyelmetlenség okozta a bajt. Csak az elmúlt egy hónapban 5 baleset történt, amelyek közül az egyik 3 ember életet követelt. Nagy Balázs 2020 óta mozdonyvezető. Az elmúlt 4 évben 2-szer is előfordult, hogy önhibáján kívül nem sikerült megállnia. Mint mondja, soha nem fogja elfelejteni az akkor történteket. Igyekszik az ember, de megmarad. Maga az eseménysor nagyjából lassítva. Tehát nem olyan gyorsan, ahogy történik, hanem az ember lefotózza fejbe, és ez megmarad lassítva. Az arcok, a jelenetek, nagyjából a távolság is, hogy utána mi történt, a helyszínelés alatt akár, vagy amikor az ember köteles hátra menni, megnézni az eseményeket. A MÁV egy külön közlekedésbiztonsági kampánnyal hívja fel a figyelmet arra, hogyan kell közlekedni, és hogy a szabályokat minden esetben be kell tartani. Minél többször, minél több orgánumon keresztül eljuttassuk a veszélyekre való figyelem felhívást. A MÁV 2022-ben az Érj Haza Biztonságban kampányát megkezdte a vasúti útjátjáros balesetek számának a csökkentése érdekében, és ennek a programsorozatnak vagyunk most egy fontos állomásán, amikor is vasút biztonsági úgynevezett megelőző kampány keretében, itt a mögöttem látható standon, Balaton, illetve későbbiekben a Velencei tónál is igyekszünk az utasok, a leendő utasok, illetve a társadalom összes tagja számára azt bemutatni, hogy a vasúti közlekedés biztonsági szempontból milyen kockázatokkal jár, amennyiben egy vasúti útjátjárónál átkelünk, illetve hogy viselkedjünk egy vasútállomáson. A társaság több kisfilmmel is segíti a biztonságos közlekedést, emellett a Balaton körül több helyszínen is segítenek az érdeklődőknek. A szakemberek felhívták a figyelmet arra is, hogy a tanszünet kezdete óta megháromszorozódott a Balatonnál nyaralók száma, így még nagyobb odafigyelést kérnek a turistáktól. 8. alkalommal hirdeti meg a Kincses Kultúrovoda pályázatot a Kulturális és Innovációs Minisztérium, hogy erősítse az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködését, valamint elismerje az óvodai és kulturális területen meglévő értékeket. A csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében a KIM azt írta, a közművelődési és művészeti intézményeknek, múzeumoknak és könyvtáraknak kiemelt szerepe van a gyermekek személyiség formálásában, identitásuk erősítésében, képességeik kibontakoztatásában, erkölcsi és érzelmi fejlődésük ösztönzésében. A pályázat célja annak elősegítése, hogy az óvodák egyre tudatosabban vegyék igénybe a kulturális intézmények küldetéséből fakadó, nevelést segítő szolgáltatásait, és a kulturális tartalmak minél sokrétűbben épüljenek be az óvodák helyi pedagógiai programjába.
Az idén 21. alkalommal hirdette meg a kék hullámzászló strandminősítést a Balatoni Szövetség. A szervezet és partnerei képviselői folyamatosan járják a strandokat, és széles körű, mindenre kiterjedő szempontrendszer szerint értékelnek. A fürdőhelyek felkeresése június 24-én elkezdődött, az eredményhirdetés pedig július 12-én lesz Vonyarcvashegyen. A bírálóbizottság már mintegy 50 strandot látogatott végig, és azt tapasztalták, hogy folyamatosan fejlődnek a balatoni fürdőhelyek. A Balatoni Szövetség az idén újabb külön díjat oszt ki a strandoknak. Ezzel arra szeretnék felhívni a strandüzemeltetők figyelmét, hogy mennyire fontos napjainkban a digitális elérhetőség. A legjobb digitális strand megoldás külön díj megalapításával azt a strandot jutalmazzák, amely napra kész információkat tartalmazó weboldallal, esetleg egyéb social media felülettel, alkalmazással segíti a látogatókat. Folyamatosan bontják vissza az engedély nélküli lezárásokat a vízügy munkatársai a balatoni stégeknél. Tavaly kezdődött az illegális lezárások felszámolása, megszüntetése a Balatonnál, jelenleg a déli parton és a keleti medencében vízibejáróval vagy horgástéggel rendelkezők számíthatnak ellenőrzésekre és szükség esetén bontásokra is. Akinek stégje bejárója van a Balatonon, annak mederhasználati szerződéssel kell rendelkeznie, amelyet a vízügyi igazgatósággal köt. Ebben a szerződésben külön pontként szerepel, hogy kaput, lakatot nem helyezhet el az építményre, mert a szabad bejárást mindenki számára biztosítani kell. Ennek ellenére sok helyütt lezárt bejárókkal találkozhatott az elmúlt években mindenki. A jogszabályt sértő lezárásokat tavaly kezdték el bontani a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság munkatársai a keleti medencében. A munka az idén is folytatódik. Stégbontások azért még vannak Kenese térségébe. Kenese Füstfő között ott még tart az illegális stégek elbontása, de döntően most a déli parti lejárókra koncentráltunk. A mederbérleti szerződésnek külön passzusa kimondja, hogy a bejárós stégre, amennyiben közterülethez csatlakozik, vagy állami, vagy önkormányzati tulajdonban nem helyezhető el kapu. Ezeket a kapukra vonatkozóan felszólított levelet teszünk ki a stégekre, és adunk nekik türelmi határidőt, illetve jelezhetik, hogyha egy kicsit később, 5-10 napos határidő, de ha jelzik, hogy később tudják, akkor természetesen nem. Amiben letelik a határidő, és nem jelentkeznek, úgy kollégáim ezeket a kapukat eltávolítják. Az esetek többségében mintegy 60-70%-ban azonban a tulajdonosok maguk is jobb belátásra térnek, és nem várják meg, míg a vízügy munkatársai bontanak. Ha mégsem a tulajdonos bont, a szakemberek akkor is figyelnek arra, hogy a lehető legkisebb kár keletkezzen. Azért kollégáink a kapukat úgy emelik le, hogy a zsanérról kiemelik roncsolásmentesen, tehát elméletileg nem olyan jelentős a költség, de szeretnénk végigmenni és utána utóellenőrizni, hogy ténylegesen ezt a fajta bejárhatóságot, Balaton megközelíthetőséget mindenki biztosítsa. A lezárások feltérképezésénél a szakemberek illegális vagy nem megfelelő méretű vízibejárókkal, stégekkel is találkoznak. Utóbbi esetben felszólítják a tulajdonost, hogy a szerződésben meghatározott méretűre alakítsa stégjét, míg az engedély nélkül épített bejárókat elbontják. Két nagy színpaddal, fél tucat zenei helyszínnel várja a fesztiválozókat a Balaton Sound szerdától 4 napon át Zamárdiban. A szerdai nyitást megelőző fesztivál bejáráson a szervezők bemutatták a Heineken Balaton Sound nagy színpadot, amelynek egy 400 négyzetméteres LED fal adja a díszletét, és mintegy 400 mozgófejes lámpa világítja be. A korábbiakkal ellentétben a nagy színpad idén nem az északi part felé néz, hanem a partra merőlegesen állították fel, mellette pedig egy mintegy 3000 fős dzsungelt és városi milliót idéző VIP területet, valamint skyboxokat alakítottak ki. Az agyi érkatasztrófa, vagyis a stroke túlélési esélyeit nagyban befolyásolják az első percek. Tavaly közel 30 ezer hazai esetet vizsgáltak meg a nemzetközi szakmai szervezetek. A kaposvári neurológiai osztályon mintegy 6-700 beteget látnak el évente.
A stroke korunk egyik rettegett betegsége. Ennél a betegségnél az idő, mint tényező a legfontosabb. Minél hamarabb kap a beteg ellátást, esélyei a felépülésre annál jobbak lehetnek. Így fontos, hogy az első gyanús tüneteknél azonnal értesíteni kell a mentőket. A klasszikus tünetek, amiket mindenki ismer, azok a féloldali bénulás, zsibbadás, beszédzavar, szájjelcsempülése, de emellett lehetnek látászavarok, ezáltal lehetnek akár halucinációk is, de egyensúlyzavar, koordinációs zavar, ott sem mindig jut az embernek eszébe, hogy na ez egy stroke lesz, mert csak azt érzi, hogy úgy tántorog, és nem érti, hogy miért. De amint fölmerül a gyanúja, épp ezért fontos, hogy azonnal a kórházba, és inkább tisztázzuk mi itt, mint otthon a szomszéd hozzátartozó, mert itt tényleg a terápiás idő az nagyon fontos. Hajlamosító tényezők lehetnek a dohányzás, a cukorbetegség, a magas vérnyomás, vagy ritkább esetben valamilyen genetikai tényező. A kórházakban már a bekerülés előtt felkészülnek a sztrókos beteg ellátására. Az ellátás szempontjából a legfontosabb már a bekerülés előtt megkezdődik, hogy a mentősök szólnak ide, és mi már készen várjuk a beteget, akkor már tudunk néhány fontos információt a betegről. Ezután a legfontosabb, hogy minél hamarabb megkezdjük a vizsgálatát, a képalkotó diagnosztikát, és akkor ennek függvényében a stroke típusától függően terápiát minél hamarabb megkezdjük. Az agyi érkatasztrófának két nagy csoportját különböztetik meg az orvosok. A stroke-nak két nagy felosztása van, az egyik a vérzéses stroke-ok, a másik pedig az isémiás stroke-ok, az azt jelenti, hogy az agy vérellátása károsodik, egy ér elzáródik, és ennek az elzáródott ér nagyságától függ a további terápiás lehetőség. Hogyha még időben kerül, korán bekerül a beteg, akkor van lehetőség vénás lízis terápiára, ami egy nagyon erős vérhigító terápia, amilyet egy órán keresztül kap a beteg. Hogyha pedig egy nagyobb érrel van záródva, akkor lehetőség van a kórházunkban a trombektómiás terápiára, ami azt jelenti, hogy ezt a nagy érrel záródást megszüntetjük egy beavatkozás során. A szakemberek szerint az ellátást követően legalább annyira fontos az utókezelés, a rehabilitáció betartása is a betegeknél. Internetes szavazás indult a 2025-ös év madaráról. Három récefaj, a bőti réce, a kanalas réce és nyílfarkú réce lehet az év madara 2025-ben. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján július 25-én délig várja a szavazatokat. Az MME 1979 óta választja meg az év madarát. Július 25-éig a klímaváltozással is fenyegetett tavak és mocsarak nagyköveteként választja meg az év madarát. Vasúti balesetek, egyre több a figyelmetlenség. Balatoni stégek, a vízügy megszünteti a lezárást a bejárókon. Stroke, a gyors felismerés a legfontosabb. Ennyi fért mai híradónkba, tartsanak velünk holnap is. További friss információkért, videós tartalmakért kattintsanak Facebook oldalunkra vagy YouTube csatornánkra. További kellemes estét, viszontlátásra!